Sziasztok, Zalba Ferenc vagyok az LGN Hungary-től. Egy új dolgot próbálunk ki, ez lesz az LGN Hungary első kicsomagolós videója, és mint láthatjátok, nem árom zsákba macskát, a Függetlenség napja 20. évfordulós kiadványát bontjuk most ki. Ezt a kiadványt a Bonton Film, a filmet itthon forgalmazó Bonton Film és az Xpress.hu felajánlásával kaptuk, és az lesz ennek a videónak a különlegessége, hogy miután kicsomagoltuk ezt a kiadványt, ki is sorsoljuk köztetek. A filmet szerintem nagyon nem kell bemutatni, ugye most idén 20 éves, mindenki nagy várakozásokkal ült be rá, emlékszem, amikor bemutatták az első előzetest, akkor igazán a padlón kerestem, utána rohantam később megnézni a filmet, ami egészen odáig egészen jó volt, amíg el nem sült az a harmadik típusú pofon, és onnantól kezdve elképesztően jó lett a film, ugye maga nemében. Ez egy nagyon népszerű film volt, az abból is látszik, hogy most kijött belőle egy új változat, ami elképesztően sok új újdonságot kínál, például azt a kis űrhajó modellt, amit mindjárt közelebbről is megvizsgálunk. Mint láthatjátok, ez egy teljesen bontatlan kiadvány, még rajta van a zsugorfólia. Kicsit puskázva, hogy hogy lehet ezt kibontani. Itt az oldalában egy ilyen kis fülecske, amit itt próbálok sérülésmentesen, ezt nem csináljátok utána napon, de azért ügyesen ki lehet ezt bontani. Tehát az oldalán lehet kinyitni. Itt van a kiadványunk, itt oldalt elrejtve, ezzel is mindjárt közelebb megismerkedünk, csak először lássuk a lényeget. Ami egy idegen űrhajó makettje lesz, minden igaz. Kérüljön, és megpróbáljuk mi is elérni, hogy a kibontás közben sem történjen a sérülés. Nos, sikerült kivarázsolni a példányt, a dobozunkat egy picit félretesszük. No, hát ez egy idegen űrhajó, amit ugye Will Smith még az első részben, amikor megtanult vezetni, mert elég volt neki, hogy hogy manővereznek vele, és már is tudta, hogy a botkor megy, merre kell hajtogatni. Ez szerintem bármelyik gyűjteménynek egy szép példája lehet. Maga a kiadvány egyébként a filmet digitálisan felújított képpel tartalmazza, minden igaz, akkor a 4K-s vadonatú transferről készült. Rajta van a filmhoz is változata, meg egy bővített vázat is. Továbbá vadonatúj extrák a régiek mellett. Lesz egy félórás verfilm, amiben a közreműködők, a stáb és a színészek a film örökségéről beszélgetnek. Továbbá régi extrák, audio kommentár, amit mindenképpen érdemes meghallgatni, mert benne Roland Emmerich olyan dolgokat erről a filmről, amiket nem is gondoltunk volna. És hát a klasszikus magyar szinkronban rajta Rátvolti Zoltánnal meg a többiekkel. Nos, és ahogy ígértem, most ezt a kiadványt kisorsoljuk. A következő kérdésünk lenne, melyik az a színész, aki a most júniusban mozikba kerülő folytatásban már nem tér vissza. A választ azt az ign.nyeremény@gmail.com címre várjuk, méghozzá június 24-e éjfélig. Neveteket, címeteket mindenképpen mellékeljétek a megfejtéshez. Ja, köszönjük szépen a figyelmet!